Miket vásárol a piacon, zöldségből, gyümölcsből? Hát, mondjuk szőlőt, almát, ilyesmit tegnap ettem, szilvát, ma most más. Milyen mennyiséget szokott ezekből általában? Hát mi ketten vagyunk a férjemmel, egy-egy kilót szinte mindenféléből, úgyhogy... Fogyasztásra vagy befőzni is szokott ilyenkor nyár végén? Hát szoktam, de már azon túl vagyok, úgyhogy már csak a... Mindig csak annyit vesz, amennyit éppen fogyasztanak, vagy esetleg egy kicsit többet is vásárol a termékből? Hát annyit vásárolok, hogy a héten akkor ne kelljen még egyszer vennem, úgyhogy... Jó. Zöldségekből esetleg? Hát abból annyit szoktam, amennyit. És miket vásárol? Karfiolt, kelkáposztát, édeskáposztát, zöldséget rendesen, sárgarépát, paradicsomot. Miket vásárol ilyenkor őszvégén a piacon? Én krumplit vásároltam, árvácskát, krumplit már télire veszem meg, hogy ugye drágaság lesz, és megveszem ilyenkor, úgyhogy nekem egész évre meg lesz. Ez akkor elővigyázatosságból? Igen. Nem panaszkodok, mert nyugdíjas vagyok, de én nem panaszkodok, kedves. Úgyhogy meg tudom venni, de viszont ez csak azért, hogy ilyenkor olcsóbb már, mint télen, meg tavasszal. Mennyivel mentek esetleg följebb a tavalyi évhez képest a zöldséggyümölcsára? Nagyon fölment, több, mint duplája, szívem. Több, mint duplája. Említett, hogy zöldségekből mit vásárol, és a gyümölcsökkel hogyan áll? A gyümölcsöket is nekem is terem otthon, meg azt is megszoktam, ami el, alma, körte, ezeket megvásárolom. Van egy nagy alsókonyhám is, akkor ott tárolom. Milyen mennyiségeket szoktatok ilyenkor zöldségből, gyümölcsből, és miket vásárolni? Hát ez változó, szezonnak megfelelően veszünk gyümölcsöket. Most éppen mit vettél az almán kívül? Hát szerintem még körbenézünk, és még gyümölcsöt, szőlőt, szilvát. Zöldségekből? Azt is úgy változatosan. Minden. Általában egy adott hétvégére egy nagy főzésre valót vásárolsz, vagy hogy mondjuk több napig kitartson? Hát adott hétvégére inkább. Frissen. Mit szólsz az árakhoz? Hát az fenomen, az nagyon, hát el vannak szállva, úgy mondom. A tavalyi évhez képest? Nagyon, nagyon drága, sokrőt drágább. Igazából csak csipegetnek, mert olyan drágaság van, hogy borzasztó. Az mit jelent a tavalyi évhez képest? Hát egy ilyen 35-40%. Zöldséggyümölcsből egyaránt? Zöldséggyümölcsből, igen. Ha vásárolnak, milyen mennyiséget vásárolnak, és mikből? Hát sárgarépa, egy-két sárgarépa, egy-két zöldség, fél kiló körte, alma, szőlő, tehát ilyen nem az a, mint tavaly, hogy több kilószámra el tudtuk adni. Pontosan ez a kérdés, hogy mi a tapasztalat, hogy egy adott főzési mennyiséget vásárolnak, vagy tartalékolnak is pár napra? A tartalékolnak. Úgy gondolom. Most mi a kelendő? Hát már most igazából kiment a szezonja mindennek, már most az alma körte szezon lesz, akkor szilva szezon, az is már lassan a vége fele jár. Abból hál' Istennek viszegettek. Így igazából a zöldárút nem nagyon viszik, mert Karfiol is például már most 1000 forintot megközelítette, a paradicsom is.